és egyetért. Mit ünnepünk március 15-én? A mai napon több százezer gyermek teszi fel a kérdést, amikor részt vesz a szokásos ünnepségeken. A békén, hiszen 176 évvel ezelőtt, 1848-ban nem volt háború hazánk, de békétlenség, elégedetlenség és elkeseredtség igen. A szabadság, hazánk a hozó birodalom része, nem független. Ezért szükséges a szabadság kivívása, hogy újra független legyen. Az egyetértés? Igen. Hosszú évszázadok után végre egymásra talál nemes és nemtelen, gazdag és szegény, a jogtudós, a célegyen. A márciusi ifjú példát mutattak nekünk bátorságból, hazaszeretetből, odaadásból, merészségből. Legyünk rájuk büszkék, hogy vér nélkül változtatták meg alapjaiban Magyarországot. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kérem, hallgassátok méltósággal az 5. osztályosok ünnepi műsorát. Forró körülöttünk Európa, pedig övezett kézzel ülünk.
mások fognak kiállni a jogainkért? Egyenlőségért, szabadságért, testvériségért harcolni? Utat! 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 Engedjenek, kérem, uraim! A pozsonyi ifjúság küldöttje vagyok. Most jöttem hajóba. Tegnap Bécsben is kitartott forradalom. Metternich megbukott. A nép barikádok emel és fegyverkezik. Fogjokat, bocsássák, szabadon! Unió erdélyel! Szabadon!
Thank you.
Și le oferim boldog și pensionăm minunat sănătatea voastră. Un nagy nap, szép nap, négy örökre áll. Hozz mindig új fényt, új dalt, új világot.